Két hét szünet után folytatódik a felsőházi rájátszás a férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában. Az alapszakasz győztes Nyíregyháza három meccsen búcsúztatta az NKAP csapatát, a döntőbe jutásért pedig a Salgótarjánt, szintén három meccsen felülmúló Vasas Akadémia lesz a cápák ellenfele. A nyíregyháziak idegenben három, hazai pályán 17 ponttal verték a fővárosiakat, de mindkét meccsen meg kellett küzdeniük a győzelemért. Boris Majkovics hasonló mérkőzésekre számít az elődöntőben is. Én számítom, hogy kemény perharc lesz, mert Vasas képviseli egy agresszív kosárlabda, kemény védekezés, úgyhogy mindenképpen minden meccsre kell bizonyítani a pályán, ha jobban vagyunk, akkor kell harcolni, vérzni pályán, harcolni minden labdáról, és akkor eredmény is fog jönni. A nyíregyháziak közül Busz Iván játszott a legtöbbször a Vasas ellen, így a csapatkapitány jól ismeri a riválist. Úgy gondolom, hogy náluk nagyon jó ez az egyvelek, hogy vannak rutinosabb játékosaik, akik megjárták az A csoportot, jó játékosaik, és vannak feltörekvő fiatalok, és ez tényleg egy jó egységet alkott, hajtós csapat, van mindenük igazából, tehát tudnak gyorsan is játszani, gyorsanításban erősek, jól védekeznek, vannak kinti dobóik is, úgyhogy egy komplex, erős csapat, nagyon fel kell kötni a gatyát. Mohácsi Máté korábban vezéregyénisége volt az A csoportba jutó oroszlányi csapatnak, így tudja, hogy az előző meccsekre nem nagyon lehet építeni a bajnokság végső szakaszában. Kicsit azért más egy rájátszás, mint egy alapszakasz, sokkal nagyobb a tét, ugye ezt mindenki tudja, és azért szerintem mindkét oldal próbál újdonságokkal készülni, legyen ez valamilyen változtatás a figurákban, másfajta védekezés variáció, tehát biztos a Vasas is készül ránk, de azért mi is készülünk rájuk. De mi, mint ahogy az egész évben mondtam, elsők vagyunk, tehát azt gondolom, hogy meg kell mutatnunk most is, hogy nem véletlenül zártuk első helyen az alapszakaszt, és mi vagyunk a jobb csapat, úgyhogy készülünk és próbáljuk behúzni. Ezeken a mérkőzéseken tényleg a húzó embereknek, az idősebb tapasztalt játékosoknak előtérbe kerül a szerepe. Nekünk kell átlendíteni az adott holdponton a csapatot, és nekünk kell megmutatni azt, hogy miért mi vagyunk a csapatnak a húzó ereje. Úgyhogy bízom abban, hogy a csapatban ez a 3-4-5 játékos meg fogja mutatni, hogy miért is van itt. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Vasas Akadémia mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják a találkozót.